Angyalokkal és a régmúlt tárgyi emlékeivel várjuk Önöket az e-heti műsorban. Köszöntöm a Kulturális Magazin nézőit. Először bepillantunk Dömötör Mihály fotóművész Metamorfózis című kiállításába, majd az emlékpont után felkeressük a Tornyai János Múzeumot is, ahol azt mutatjuk meg, hogy mennyi mindennel gyarapodott az intézmény helytörténeti és néprajzi gyűjteménye. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Dömötör Mihály idén márciusban ünnepelte 70. születésnapját. A még mindig nagyon aktív alkotó ebből az alkalomból egy különleges kiállítással készült. A vásárhelyi fotóművész lencséjén keresztül ugyanis azt mutatja meg, hogy a légies angyalok hogyan öltenek testet, és kezd hatni rájuk az idő. A fekete-fehér válogatás azért nagyon izgalmas, mert bár a fényképek Isten hírnökeit ábrázolják, rájuk nézve mégis saját magunkkal szembesülhetünk. Dömötör Mihály kiállítása azért nagyon izgalmas, mert a metafizikai létezőt ábrázolja az angyalokban a fotóművészet segítségével. Úgy neveztem most a képeket nézve, hogy ő a fény árnyék poétája, vagyis olyan igazságokat mutat meg a fényképeken, amit mi hétköznapi szemlélők nem láttunk. Sejtemetői angyalszomorban az angyalokról amúgy is keveset tudunk, tehát ezek a fotók igazából azáltal, hogy megmutatják a fényt és az árnyékot, és ezeket az angyali létezőket, ezáltal közelebb vezetnek bennünket önmagunkhoz. Tehát gyakorlatilag minden művészet antropomorf, vagyis az emberről szól, tehát az angyalok is Dömötör Mihály fényképein az embert értelmezik, hogy hogyan viszonyul az ember a létezés egészéhez, Istenhez, az angyalokhoz, mert hogy a lét idő, és ezek gyakorlatilag az idő, beli létfényképei. Van mögöttünk egy latin felirat, ez pontosan mit jelent, és miért volt nagyon fontos, hogy ez megjelenjen az egyik képen? A latin felirat a kiállítás fő mondani valója, az angyal figyelmeztet bennünket, omnia tempus habent, minden az időben van. Tehát az idő az ugye nagyon fontos számunkra, a saját életidőnk, az angyal tulajdonképpen arra figyelmeztet, hogy nem árt beosztani a saját életidőnket. Martin Heidegger, a 20. század legjelentősebb filozófiai gondolkodója, ír arról, hogy a lét lehet autentikus és lehet inautentikus. Az autentikus lét az az, amikor kiteljesíti az ember saját magát, és a lét lehetőségeit beváltja, és az inautentikus lét pedig az, amikor szétszóródik a létezése, és amikor el kell búcsúzni az élettől, akkor sajnálja azt, hogy nem autentikusan létezett. Ugye a kerek évforduló az nagyon sok mindenre rá tud világítani, meg összegezhet is az ember. Ha mondjuk ebből indulunk ki, akkor miért pont az angyalok kerültek a fényképekre? Én tárgyfotósként mindig azon gondolkodtam, ugye a múzeumban nekem megmondták mások, hogy mit fényképezzek. Hogy mi van akkor, amikor nem mondják meg mások? Mit gondolok én a tárgyakról? A tárgyakon keresztül a létezés lényegéről, a létezők időbeliségéről, már megint a tempusznál tartunk, tudok-e valami érvényeset mondani? És emiatt, mint tárgyfotós, mindig kerestem a rejtekutakat, meg a határeseteket. Most az angyalok nagyon különleges létezők, a lelkünkbe és a szellemünkbe léteznek elsősorban, és akkor is léteznek, ha nem hiszünk bennük, akkor meg különösen, ha hiszünk a létezésükbe. És ugye a rejtekutak azok azt jelentik, hogy nem föltétlen az érdekelt, ami az átlag embert, hanem próbáltam hervatvirágokat, a lepusztult vásárhelyi téglagyárat, a 12. stációt fényképezni, és mindig valami olyat, ami a köznapi gondolkodásban nincs annyira benne, és a köznapi tekintet elől rejtve marad. Valószínű ez a művész feladata, és a nem különösből a művészet által különöset
létrehozni. Az angyaloknak egyébként ennyi arcuk lehet? A képzeletünkben még sokkal több. Nyilván én akkor tudok angyalokat fényképezni, ha előtte emberi tevékenység által képződménnyé válnak, megtestesülnek, domborművé válnak, szoborrá válnak. És részben a kiállítás ugye a metamorfózisról szól, az átalakulásról, átalakul a szellemi angyal, átalakul testé, és az a testi angyal a fotóművészet eszközével átalakul többletjelentéssel bíró fényképpé. Az angyalokhoz igen, járulnak különböző jelentésrétegek, de önnek mit jelentenek? Az angyalok ilyen szakrális, meg lelki lények, és tulajdonképpen, ha valaki hisz bennük, akkor fokozottan jelen vannak az életükben az angyalok. Ha valaki nem hisz, akkor is tud az angyalokról. Tehát azért Szent Mihály arkangyal, meg Gábriel, meg az angyalok serege megjelenik azért előttünk, ha akarjuk, ha nem. Tehát tudunk az angyalokról. És érdekes módon már az Ószövetségben is ott az angyal Ábrahám kezét, amikor Izsákot fel akarja áldozni, az angyal fogja le, hogy ne tegye, és az angyal küldi oda a kost, hogy a kedves gyermeke helyett inkább a kost áldozza föl. És érdekes módon az Új Szövetségbe az örömhírt, hogy Mária gyermeket fog szülni és megfogan, az angyal közli. Azt a fajta örömhírt is az angyal közli az asszonyokkal, amikor megjelennek az üres sírnál, ne féljetek, föltámadott. Tehát az angyalnak nagyon kitüntetett szerepe van, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. És hát érdekes módon szellemileg az angyal úgy jött a közelembe, hogy Pilinszky Jánosnak a fényességes angyal is, ő is a földre lépett. Tehát megjelent az angyal, a földre lépett, valamint Vörös Sándornak van egy érdekes írása az angyalokról, amelynek egy sorát itt a fal feliraton majd láthatja a közönség. Az egyéniségébe süppett mai ember elvesztette az angyalokról való tudást. De nagyon izgalmas a szöveg folytatása, mert azt mondja, hogy ha kilépünk az egyéniségünkből, és a saját halhatatlan lelkünkkel foglalkozunk, akkor igenis megjelenik az angyal. Tehát elképesztően gazdag képileg is az angyalok világa is, szellemileg is. És hát tulajdonképpen olyan másfél-két év munka van az angyalokba. Ugye ráhangolódtam az angyalokra is, elidőztem az angyalok társaságába. Nagyon messzire nem kellett utaznom, hogy angyalokat fényképezzek az Zákányszéki temetőbe, a Vásárhelyi temetőbe, a Kiszombori temetőbe is találtam angyalokat, és nemrég fedeztem föl a legújabb angyalt ugye a környéken, Békovács Emőkének a két hatalmas angyalát, Mártéon az út kanyarba a kis Makovec kápolnánál találhatók, ez is megjelenik. Ami miatt messzire kellett utaznom, bár nem emiatt utaztam Prágába, ott nyílt meg a hervadvirágokról a Nemzetiségek házába egy kiállításom, és az utolsó napon mit kéne csinálni, Szilvási Katalin idegenvezetőtől kérdeztem, hogy nem tudsz esetleg, Katika, egy régi temetőt, amelyikbe találhatnék angyalokat? Persze, Misiké, menjék ki a 9-es meg a 11-es villamossal a Malostranszki, a kisoldali temetőbe, ott szerintem vannak angyalok. 7 kép van Prágából a Malostranszki temetőbe, többek közt a főfő mondani valót hordozó, hátam mögött lévő kép is, elképesztő, hogy milyen 2 méteres nagy melankólikus angyalok találhatók ott a temetőbe, és ugye a kiállítás a kontrasztokról is szól. A lelki, meg a megtestesült kontrasztjáról, a fekete-fehér képek elképesztő kontrasztjáról és megjelenítő erejéről, és hát részben arról is szól, hogy a 200 éves nagyméretű melankólikus női alakok mellett megjelennek az ilyen 5-10 centi kis gics angyalok is, ezzel is kontrasztot képezve a régmúlt és a ma között. Van egy installáció is, aminek az a története, hogy ugye tanítok fotográfiát, építészeti fotográfiát, és a hallgatókkal föl szoktam menni az alsóvárosi templom padlására, és ott találtam azt az angyalt, aki ott feküdt porosan, pókhálósan az ablakba, elképesztően
szép fekete-fehér fotót, hatásos fekete-fehér fotót lehetett készíteni belőle, és kaptam kölcsön egy barokk angyalkát, aki ott a falon röbdös, és tegnap előtt elkértem ugyanezt az angyalt, aki megjelenik a tárlóba. Tehát itt is tulajdonképpen a metamorfózis, lehet, hogy kicsit didaktikusan, de megjelenik maga a megtestesült angyal, és ugyanez az angyal fekete-fehér fotón is. A fekete-fehér fotográfia más tud kifejezni egyébként, mint hogyha ezeket a képeket a maguk valóságában mondjuk színesben látnánk? Sokkal másabb. Tehát elképesztő, hogy amiatt, hogy elveszek belőle valamit, amiatt valamitől több tud lenni. Tehát van egy olyan drámai kifejező ereje, ami a színes fotográfiának nincs. Az nagyon kötődik a valósághoz. És én ezt direkt el akartam emelni a valóságtól, mert a fekete-fehér fotográfiának a drámaiasága miatt olyan közlő ereje van, ami a színes fényképnek nincs. Tehát emiatt, meg részben amiatt is, ugye, amikor én elkezdtem fényképezni az 1970-es években, akkor a színes nyersanyagok nem voltak olyan minőségűek, mint manapság. Tehát ha valaki minőséget akar produkálni, fekete-fehérbe fényképezett, olyan mértékben nem volt jó minőségű, és a nyomdatechnika se volt megfelelő a színes reprodukálásra, hogy az őszi tárlat katalógusokba a színes festményeket is fekete-fehérbe voltunk kénytelenek reprodukálni. A szerencsére megváltozott, tehát a reprodukcióra sokkal alkalmasabb nyilván a színes fotográfia, de hogyha valamit ki akarok fejezni, ha képi poéziszt, képi költészetet akarok közvetíteni, arra véleményem szerint sokkal alkalmasabb a fekete-fehér fotográfia. Ebben a mostani kiállításban, ahol angyalokat láthatunk, egyébként bele lehetett sűríteni azt, amit most jelenleg 2020-ban a világról gondol? A kérdés minimum elgondolkodtató. Én azt gondolom, illetve az egész fotográfiám a kezdetektől arról szól, hogy a létezők éppen akkori miként és hogyan létét lehet-e közvetíteni a fotográfia, a fotóművészet nyelvén. És mindig is képi eszékbe gondolkodtam, mert úgy lehetne fogalmazni, hogy ezek a képek egyesével képmondatok. A képmondatok, ha összeállnak egy egységes értelem egészé, akkor szerintem az egyes képeknél sokkal jobban tudják gazdagítani a nézők, a befogadók szellemét és a lelkét. Tehát valami olyan többlet jön létre a képi eszébe, amit az egyes kép nem tud közvetíteni. És mindig az érdekelt, tehát maga a jelenség annyira nem, hanem mi van a jelenség mögött, megjeleníthető-e valami a létezés lényegére utaló többlet. Ugyanis szerintem a létezés lényege valahol a térbeliségébe és az időbeliségébe van. Nyilván az angyalok fényképezésekor igazából az időbeliségük érdekelt, a térbeliségük kevésbé, részben azért is szűkek a képkivágások. Ő sem merült a hitnek a kérdése egyébként, vagy ez mondjuk nem is kérdés, mert ez alapvetően benne van, önben van? Na ez a legnehezebb kérdés. Tehát nyilván valamibe hinni azért mégiscsak kell. Nyilván van egy a látható világon túli transzcendens valóság. Van egyfajta szakrális valóság, amitől az ateista se tud menekülni. Tehát az ateista is valamit tagad, de a valami benne van a tudatában. Na most ez a hit kérdés, hogy aztán van-e túlvilág, vagy nincs túlvilág, az egy nagyon izgalmas kérdés. Állítólag, ahogy öregszik az ember, egyre inkább közeledik a felé, a meglátás felé, hogy mégiscsak van valami folytatás. Sajnos erről nem kapunk híradást, mert senki nem jött még vissza, és senki nem mesélt még róla, hogy mi van a túlvilágon, de mondjuk azt, hogy Hanvas Bélával szólva, a test az biztos, hogy elpusztul, a lélek az megmenekül, talán.
Kis Lajos nyomdokain haladva címmel nyílt kiállítás a Tornyai János Múzeumban. A bemutatott dokumentumok, fényképek, tárgyi emlékek arra hívják fel a mostani generáció figyelmét, hogy évtizedekkel vagy akár évszázadokkal korábban milyen élet folyt itt Hódmezővásárhelyen. Igyekezzünk megörökíteni és megőrizni Hódmezővásárhely múltját, mert helyettünk ezt más nem fogja megtenni. Hangsúlyozta Márki-Zay Péter polgármester a Tornyai János Múzeummal rendezett kiállítás megnyitón. Mi a legtöbbet akkor tesszük a saját gyermekeink, a saját gyökereink érdekében, mind visszatekintve, mind előre nézve, hogyha mi arról gondoskodunk, hogy ami itt volt Hódmezővásárhelyen, azt tárjuk fel minél alaposabban. Én azt szeretném, hogyha elindulna egy megújulás itt Hódmezővásárhelyen ebben az értelemben is, hogy fókuszáljunk egy kicsit, törődjünk többet a saját múltunkkal. Tessék mindennyiük, gondolják végig, hogy kik azok az emberek. Lehet, hogy maguk itt, akik itt vannak. Üljenek le az gyerekeikkel, unokáikkal, meséljenek nekik arról, hogy milyen volt az önök gyermekkora. Próbálják meg, tudom, hogy nem szeretnek sokan szerepelni. Vegyék videóra. Semmiben nem kerül, ott van a telefon a zsebükben, a gyerekeknek meg pláne. Vegyék elő, vegyék fel. Legyen megörökítve. Legyen Hódmezővásárhelyen is 10 000 felvétel arról, hogy milyen volt itt élni 10, 20, 50, 100 évvel ezelőtt. Hogy azok a személyes beszámolók, akiknek a tanúi még élnek, azokat minél nagyobb arányban örökítsük, meg is dolgozzuk fel. Az első, legyen megörökítve. Az unokák beszélgessenek a nagyszüleikkel, idősebbek beszélgessenek az még élő szüleikkel, még idősebbek mondják fel saját maguk az emlékeiket, rögzítsék, őrizzék meg az utókornak. Az utókor végtelen hálás lesz ezért, mert ezeket a történeteket önökön kívül senki nem tudja megosztani. Az önök történetének csak az önök fejében van meg a lenyomata, az emléke. Úgyhogy ez a kiállítás, amit itt ma megnyitunk, azért is büszkeség, mert azt mondom, hogy ez egy jó példa arra, hogy igenis a helytörténetre fokuszálnunk kell, arra időt, energiát kell fordítanunk. A Tornyai János Múzeum életében a 2019-es esztendő kiemelkedő volt, ugyanis több mint 20 magánszemény adományának köszönhetően a helytörténeti gyűjtemény 3500 darabbal, a néprajzi pedig 650 tárgyal gyarapodott. Ezek válogatásából született meg a Kis Lajos nyomdokai haladva című tárlat. Intézményünk fönnállásának közel 120 éve alatt mindig arra törekedtünk, az elődeim is, több mint egy évszázad táblatából, hogy Vásárhely múltjának különböző momentumait, tárgyi emlékeit, dokumentumait, felvételeit, régészeti vagy éppen művészeti örökségünket megfelelő módon tároljuk, megfelelő állapotban őrizzük meg, és adjuk tovább a következő nemzedékeknek. Önmagában már ez az évszázados múlt is kötelez minket, hogy megfelelő minőségben, szakmai hozzáértéssel és infrastruktúrális környezetben végezzük a tevékenységünket, és kötelez a névadónk Tornyai János, aki egyik első képviselője volt a vásárhelyi hagyományvilág tárgyi tartalmának a megörökítésének, és Kis Lajos, aki intézményünk első vezetőjeként nagyon gazdag, elsősorban néprajzi anyagot gyűjtött össze. Jelenleg néprajzi, régészeti, helytörténeti és művészettörténeti gyűjteményünk van, amelyek közül a helytörténeti és a néprajzi gyűjtemény gyarapodásából állítottak össze a munkatársaim egy kisebb válogatást, amely szorosan kapcsolódik a Kis Lajos kiállításunkhoz, és mutatja be azt, hogy nem csak a múltban, akár bő egy évszázaddal korábban, a Kis Lajos korában, hanem napjainkban is van lehetőség még, akár valóban leletmentőnek tekintendő tevékenységet folytatni, és akár néhány évtizedes fényképet, vagy akár több száz éves
ma már néprajzi értéknek számító tárgyat vehettünk leltárba az elmúlt évben. A bemutatott tárgyak mind arról mesélnek, hogy évtizedekkel vagy akár évszázadokkal korábban milyen volt az élet Hódmezővásárhelyen. Tavalyi év nagyon szerencsés volt, ilyen kiemelkedő évet már nagyon-nagyon régen nem tudott produkálni ez a két gyűjteménygyarapodás szempontjából. Hát a helytörténeti gyűjteményben leginkább fényképek, különböző meghívók, egyéb egyleti dokumentumok, családi hagyatékoknak a töredékei kerültek be. Ezek közül egyet-kettőt ugye be is mutatunk, erre jó példa a Matók Imre kőművesmester hagyatéka, ami azért is érdekes, mert van egy Kokron József és fiai kötszövetgyárnak a fejléces levélpapírja, és ugye kettő van, az egyik az 1929-es bővítés előtti állapotot mutatja a fejlécben, a másik meg a 29 utánit, és megvan ennek a gyárépületnek az építési naplója, mert hogy ezt az építkezést ezt Matók József, Matók Imre vezette le. Például így Miklovics Emília óvónőnek megvannak a különböző előmeneteli bizonyítványai, fényképek, egyletek életéről. Akkor van egy érdekes fénykép a nyári színkörnek az egyik évadában itt fellépő színtársulatról. Hány évesek ezek a tárgyi emlékek, ha lehet így számszerűsíteni? Hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a legidősebb az 200 éves, egy 1820-ból származó butella a legidősebb tárgy, ami most bekerült a múzeumba. A legfiatalabbak azok, hát azok meg tulajdonképpen a 80-as, 90-es évek fordulóján bekerült emlékek. Azok közül most ugye nyilván nem lettek kiállítva, ugyanis most bekerültek ezek az anyagok, konzerválva, tisztítva lettek, feldolgozás folyamatosan fog majd előre haladni, és ahogy ez a munka halad, úgy majd jelentkezünk különböző kiadványokkal, kiállításokkal, ahol ezeket a tárgyakat majd meg lehet ismerni a közönségnek is. Mi mindenről mesélnek ezek a tárgyi emlékek? Tudom, hogy nagyon sok mindenről, de hogyha egy fő vonulatot ki lehetne emelni? Hát tulajdonképpen arról mesélnek, hogy Hódmezővásárhelyen milyen élet folyik itt az elmúlt hosszú évszázadokon keresztül. Nyilván olyan tárgyakat is megmutatunk, amikről manapság már viszonylag kevesen tudják elképzelni, hogy micsoda. Ilyen például a jégszekrény, ami már ma nem, abszolút nem tudják az emberek, hogy ez tulajdonképpen hogy működött, hogy ki volt a jeges, aki például a belevaló jeget hát ugye árusította. És hát vannak különböző egyéb olyan érdekes tárgyak, amiket miatt érdemes ezt a kiállítást felkeresni. Önök a Vásárhelyi Televízió kulturális magazinját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra számítunk önökre. Viszontlátásra!